nem kapnak teljes bért a közmunkások azokon a napokon, amikor esik az eső, vagy alkalmatlan az időjárás a szabadtéri munkavégzésre. A nagyjából napi 3000 forint helyett ilyenkor csak 1000 forintot kaphatnak, és ezt a hivatalok szigorúan ellenőrzik a munkaügyi központoktól egészen a minisztériumig. Azoknál az önkormányzatoknál, amelyek nem tudnak ilyenkor zárt helyen elfoglaltságot biztosítani, a közmunkások így az egyébként is alacsony bérüket sem tudják előre kiszámolni. Jó idő volt, így tudtak dolgozni a közmunkások a Nógrád megyei Ludányhalásziban. Ha esik az eső, akkor, mint mondták, ha szerencséjük van, jut munka fedett helyen. Csináljuk a fólia alatt, amit kell. Ültetgetünk, kapálgatunk, van állattartás, ott is próbálunk remekelni. Ahol nincs ilyen lehetőség, ott a közmunkások a napi bérük alig egyharmadát kapják meg rossz idő esetén. El lehet képzelni, hogy körülbelül egy 10 napos rossz idő esetén a kikapott nettó összeg olyan 38 ezer forint környékén van. Na ebből biztos, hogy nem lehet megélni. Az, hogy a közmunkások mit dolgoznak, az önkormányzatokon és a munkát szervezőkön múlik. Endrefalván a polgármester azt mondja, hogy mindent megtesznek azért, hogy független legyen az időjárástól a közmunkások jövedelme. Önkormányzatunk próbálja úgy szervezni a munkát a közfoglalkoztatásban, hogy az esős napokon sem maradjanak az emberek fizetés nélkül, ezért különböző benti foglalkozásokat találtunk nekik ki. Kosarakat szoktunk fonni, meg mindenféle kosarat csinálni, figurát, karácsonyos dolgokat, húsvétra, levendulát szoktunk, bazsalikumos manókat gyártani. A polgármester asszony azt mondja, hogy szinte folyamatosan ellenőrzik őket a hatóságok. Ellenőrzi a munkaügyi központ, a járási munkaügyi központ, a megyei önkormányzati központ, de még a belügyminisztériumtól is szoktunk ellenőrzéseket kapni, ahol a jelenlétíveket, a dolgozókat, a munkamenetét, mindent ellenőriznek. Az önkormányzatoknak a szakemberek szerint nem éri meg a dolgozóknak szabálytalanul bért fizetni, ugyanis ha lebuknak, akkor gyorsan elveszíthetik a programokra megszerzett támogatást.